Megbénult a főváros reggel, miután hajnalban lezárták a közúti forgalom elől is a Lánchidat. A korlátozás várhatóan másfél évig tart. Budapesten eddig is szinte lehetetlen volt közlekedni, a balliberális városvezetés ugyanis több fontos csomópont felújítását is egyszerre kezdte meg, azok után, hogy sokáig halogatták azokat. A Lánchíd felújítása nem csak késett, de milliárdokkal drágább is lett. Munkavédelmi sisakban és láthatósági mellényben érkezett a főpolgármester szerda reggel a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Mi vagyunk azok, akik a szavakon túl tetteket is föl tudunk ezzel kapcsolatosan mutatni. Bár a fővárosi önkormányzat hónapokig halogatta a híd felújításának megkezdését, és az eredeti tervekhez képest jelentősen megcsonkították a projektet, Karácsony Gergely az újságírók előtt arról beszélt, szerinte a felújítás jó úton halad. Azt reméljük, hogy ezek a pénzügyi problémák mulandóak, de Budapest és a Lánchíd örök. Karácsony Gergely azt ezúttal is pénzhiánnyal magyarázta, hogy a beruházásból több fontos elem, például a villamospálya és az alagút helyreállítása is kimaradt. Csak hogy korábban kiderült, a fejlesztés milliárdokkal lett drágább ahhoz a szerződéshez képest, amit a Tarlós István vezette önkormányzat készített elő. A főváros ugyanis azt az A-híd ZRT-t választotta kivitelezőként, amely már Tarlós István idején is pályázott. A korábbi főpolgármester azonban éppen amiatt utasította el a céget, mert túl drágának találta az ajánlatukat. Az A-híd ZRT Karácsony Gergelyéknél mégis nyert. Annak ellenére, hogy a vállalat a mostanra kevesebb elemből álló beruházásért 5 milliárd forinttal több pénzt kért. Szakértők szerint azonban nem ez lehet az egyetlen gond a Lánchíd felújításával, és a balliberális városvezetés nem csak a pályáztatás során, de a kivitelezésben is átgondolatlan koncepciót követ. A főpolgármester néhány napja leaszfaltoztatta a Clark Ádám tér ikonikus virágágyását, és a helyére saját bevallása szerint csak átmenetileg biciklisávokat festetett fel, amire az arra közlekedők közül az autósok és a kerékpárosok is panaszkodtak. A Metropolnak többen úgy fogalmaztak, hogy a tér így baleset gócpont lesz. Az M1-nek nyilatkozó környékbeliek pedig arról beszéltek, hogy a fővárosi önkormányzat a terület tehermentesítését sem gondolta át kellően. Mi, akik itt élünk, tehát, hogy nekünk itt egy olyan forgalom, tehát egy olyan plusz mennyiségű forgalom lesz ugye emiatt, hogy nem oldották ezt meg valami másképpen, tehát ezt azért ilyen ponton híddal szerintem, ilyen katonai ponton híddal meg lehetett volna oldani, hogy néhány autó, ugye, vagy legalábbis nem is néhány, tehát azért az, azt hiszem, ilyen 40 tonnáig alkalmas, hogy ugye így kiküszöbölje egy az autós forgalmat. Tehát az, hogy nem mindent ráeresztenek ugye a hegyalja, meg a Tabán, illetve ez ugye a kerületnek erre a részére. A fővárosi forgalom közben a belváros fontosabb csomópontjain is napok óta szinte tarthatatlan, miután a baloldali városvezetés egyszerre indította el több központi szakasz, például a 3-as metró és a pesti alsó rakpart felújítását is. Sőt, az elvileg a Lánchíd közlekedését tehermentesítő Hegyalja út, Erzsébet híd, Rákóczi út vonalon is hamarosan elkezdik törni az aszfaltot. A fokozott terhelés ellenére így itt is kevesebb sávban lehet majd közlekedni. A kormány úgy döntött, hogy ezúttal is kisegíti a fővárosi önkormányzatot. A kormányszóvivő szerdán videóüzenetben jelentette be, hogy a budapestiek életét egyre inkább megnehezítő lezárások miatt a kormány az állami hajózási cégen, a Maharton keresztül indít a belvárost és a várnegyedet összekötő mentesítő járatokat a Dunán. Mégiscsak Budapest egyik szimbólumáról beszélünk, és amikor gazdasági újraindításáról van szó, akkor fontos, hogy a fővárosi turisztikából élő vállalkozások is újra tudjanak indulni. Ez a járat reggel 7 és este 8 óra között fog közlekedni fél óránként, és hétfő és péntek között Budapest bérlettel vagy havi bérlettel ingyenesen lehet majd használni. Király Alexandra hangsúlyozta, a kormány ezúttal is a budapestiek mellett áll.